A drogot egy Magyarország felé tartó román rendszámú kamionban dupla falú üzemanyag tartályokban találták meg, írja a távirati iroda. A csempészek a rejtek helyeket ólomlemezekkel vonták be, hogy ne lehessen felfedezni az átvilágítás során. A kábítószer csomagokat pedig csípős paprikával és borssal kezelték, hogy a drogkereső kutyák se fogjanak szagot. A rendőrségi műveletet négy éves nyomozás előzte meg, amelynek során a román rendőrök török, ukrán és nyugat európai kollégákkal is együttműködtek. A heroin szállítmányt a csempészek Hollandiába akarták juttatni, ahol fekete piaci értéke eléri a 8 millió eurót, ha viszont sikerült volna 15%-os tisztaságú adagonként piacra dobni, ennek akár ötszörösét 40 millió eurót is kifizettek volna érte a vásárlók. A hatóságok két román és két török állampolgárt vettek őrizetbe az ügyben, akik a korábban megszokottól eltérő útvonalat használtak. Az Afganisztánban beszerzett drogot nem a balkáni országokon keresztül szállították, hanem a Fekete tengeren először Ukrajnába juttatták, onnan került az Európai Unió területére. A szállítmányt állítólag szeretvásárnál léptették be Romániába, a többmázsányi heroint helikopterrel szállították Bukarestbe, írja az MTI.